Áldozatokat szed az Elza nevű vihar az ibériai félszigeten, és aggodalomra ad okot egész Dél-Európában. Portugáliában legkevesebb 2 ember meghalt, 51 pedig eltűnt a felgyülemlett csapadék okozta áradások következtében. Minden olyan gyorsan történt, azonnal ki kellett rohannunk, soha nem láttam még ilyet, mondja ez az étterem tulajdonos a Portótól 1 órás autóútra lévő Águedában. Hasonló a helyzet például egy másik településen, Castro Daire-ben, illetve a környékén is, ahol egy férfi eltűnt. A férfi épp buldózerrel végzett talajmunkát, amikor egy földcsuszamlás elragadta, keresése folyamatban van. Olaszországban péntek reggel vörös riasztást adtak ki Liguria régióban. Az iskolákat bezárták és lezárták a Savonai, valamint a genovai kikötőt is. Genovában leállították az összeomlott Morandi viadukt helyére építendő új híd munkálatait, valamint lezárták a Torino és Savona közötti autópálya egy szakaszát is. Spanyolországban 2 ember veszítette életét, egyikük halálát sziklaomlás okozta, a másik áldozatra rádőlt egy park kőfala Santiago de Compostelában. Az ország északi részén, így a Santanderi kikötőben is a viharos szél okoz gondot. A meteorológiai szolgálat szerint a széllökések erőssége a 160 km/h is meghaladja. Előrejelzések szerint az Elza vihar szombatig tombol Spanyolországban.